Van-e olyan biztosító, akinél egy helyen van 4 vagy annál több szerződésetek? Nincs csak kiknél sem. A kötelező gépjárműfelelősség biztosítás módosításához kérdezi az ügyfél adatait az ügyintéző ebben a nyíregyházi Alkusz-irodában. Az ügyfeleket leginkább érdeklő adat valószínűleg most is a jövő évi díjszabás lesz, ami az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő portál gyors elemzése szerint átlagosan 10-12%-kal emelkedhet. A keddélyféli határidőig egyébként 11 biztosító hirdetett új tarifát, 3-nál pedig a korábbi évek évközi díjai maradtak. Folyamatosan hirdetnek a biztosítók díjat, tehát úgynevezett pont az, hogy a kampány megszűnjön. Jelen pillanatban az autósoknak körülbelül egy olyan 1 millió alatt van már azok, akik válthattak, akik 2010. január 1-e előtt kötöttek szerződést. Az idei legfontosabb változás, hogy a biztosítók már nem kínálhatnak a meglévő ügyfeleknél kedvezőbb díjakat az új partnereknek. Így megszűnik az a korábban elterjedt gyakorlat, hogy az autósok felmondják, majd ugyanannál a biztosítónál újra kötik a szerződésüket. 2015-ben az új szerződések több mint harmada ilyen visszakötésből származott. Tavasz óta kormány rendeletben határozták meg, hogy aki ott marad a biztosítójánál, nem kaphat magasabb díjat, mint aki vált. Megszűnt a rabló tarifa, tehát a biztosítók, ha fölmondom és visszakötöm, nem kaphatok kedvezőbb díjat. Az átlagdíjak akár 15-20%-kal is meghaladhatják a tavalyi szintet, ami 16 és 20 ezer forint közötti összeget jelenthet. Az összes évvégi váltások száma azonban várhatóan nem haladja majd meg a 100-120 ezret. Jelen pillanatban meg vagyok elégedve a mostani kötelező biztosítással, és ami nekem személy szerint van két autóm, mind a kettőnek külön biztosítása van, nem egy cégnél, úgyhogy tudom, tisztában vagyok vele, hogy kinek minden előnyei vannak, hátrányai vannak. Egy tavaly előtti jogszabálymódosítás szerint a biztosítók már nem kötelesek díjat hirdetni. Annak a társaságnak, amely november 1-én éjfélig nem hirdet új díjakat, automatikusan az utoljára meghirdetett tarifái lesznek érvényben 2017. január 1-től is.